Tisztelt jelenlévők! Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást magam és a Szóra Katinusz nevében is. Előadásom címéül ezt adtam, hogy a fahuszár meg a lova meg a lósípja, játékszerek és jelképek néphagyományaink tükrében. Sikerült, azt hiszem, egy végtelen témába nyúlnom, de hát már ebben foglalkozom 37 éve. Játéktárgyainkat, hogyha számba vesszük, láthatjuk, hogy teljes egészében lenyomatként őrzik a különböző korok sajátosságainak összességét és lényegét. Szinte mindegy is micsoda, modell, társasjáték, bármi, már önmagában véve is szimbólum. Amelyek napjainkra is nagy-nagy múltjuk ellenére élő formaként ma is kísérik mindennapjainkat, bár természetesen mindig vannak új szimbólumok, azok olyan meghatározó gondolatok, eszmék, szimbólumai, amelyek mindig is fontosak számunkra. A játékszerek jelentős csoportja kötődik a világ rendezésének folyamatához, mert a lényeges eseményeket mindig modelláljuk, azokat sokszor elismételjük. Így van ez velünk ma is, akárcsak ha a személyes életünkre gondolunk. Ami jó, jól esik, azt gondolatban sokszor felidézzük, elismételjük. A játék akkor jó, ha jelentése szimbolikus. Mind személyes, mind pedig egyetemes méretekben. Mert a kisgyermek szimbolikusan gondolkodik, számára így válnak a legteljesebb mértékben megismerhetővé a világ dolgai és törvényszerűségei. A közelmúltban Kecskemét főterén egy különleges játszótér került kialakításra. Csak úgy megjegyzem, nem mondom, hogy ez az első nagy múltú, gyönyörű játszóterek épültek már Kecskeméten, telisteli szimbolikus jelentéssel, de ez más lapra tartozik. Ez azonban 2015-ben került átadásra. Szökőkutakból, kövekből, köveken megjelenő lenyomatokból. Közöttük földön fekvő lapos kőlapokon olvasható az ismert dalocska, a napról, süss fel nap, senkinek nem kell elmesélni, elénekelni. Mellette Buda Ferenc verse a holdról, szintén kőbe vésve. Másutt kígyó tekeredik, vagy egy kicsit messzebb labirintus kavics rajza. Ki gondol itt arra, hogy végigjárva a világ középhez vezető úton megyünk végig, az onnan történő kijutás pedig a halál általi újjászületésre utal. Vagy a zarándokokra, akik a katedrálisokban léptek a padlón kirakott szimbolikus térbe. De ahogyan ültem ott, szoktam ott ülni, főképpen egyik kisunokámmal, játszó kisunokám mellett, aki újra és újra, szinte órákon keresztül végigment az úton, a kőből, kavicsokból kirakott labirintuson, mégis azt gondoltam, hogy igaz, a spirál a végtelen kifejeződése. Az ókori Pompejben ismerjük azt az ábrázolást, amelyek gyerekek firkáltak a falra, mellé írták, itt lakik a Minotaurusz. Egy szent teret, egy négyzetes szent teret rajzoltak a falra, de már kifejezetten játék céljából. A szent tér, amely négyzetes, vagy köralakú, spirális, ahogy az előbb is láthattuk, táblás társasjátékainknak is az alapja. Hiszen amikor az ember játszik, akkor a táblán az egész világban jelen, és ezeknek a táblás társasjátékoknak az első megjelenései tel is teli voltak szimbolikus ábrákkal, jelentésekkel. Persze az is igaz, hogy a forma megmaradt, a szimbólumok pedig teljesen újak. Szintén szent helyeket mutatok itt ezen a képen.
labirintust, nyolc mezőre osztott négyzetet, illetve az ismert szent tér ábrázolását. Mint minden játéktábla alapformáinak első megjelenése, és ezt tényleg vehetjük szó szerint, a játékok is legtöbbször teli vannak ezekkel a szimbólumokkal. A létra, táblás játékaink létrája, a kígyó, a kinevet a végén, aminek első megjelenése és a középtérrel együtt az újjászületésre is utal, a 12 holdhónapra utaló táblák, mint az ostábla, és folytathatnám a végtelenségig. Mindezek utalnak arra, hogy szimbólumokkal teli vannak játékaink, de mutatok valami egészen mást, egy 18. század végű puzzle játékot, mozaik rejtvény játékot, egy francia mozaik rejtvény játékot, a címe a kedvenc bárány, egy neves festőművész műve alapján készült metszet maga a játék, és maguk a formák, amelyeket kivágtak, finom ezüstfűrésszel, telis-teli van szimbolikus formákkal, mint nyillal átlőtt szív, ördögfej, és a francia kártyajelek közül való treff is megtalálható. Ezeket most itt nem tudom megmutatni. De ha már ezt a játékot bemutatom, akkor megmutatom, mi az, igaz magyarra fordítva, hogy mi van a játék alsó mezőjébe vésve. Ha nem is szó szerint idézem, de szó szerint fogom, mert látom azt a kivetítőt, itt lehetett megkapni ezt. Párizsban az alkotónál, a Saint-Jacques utcában, a Jakobinz fölött egy paróka készítő és egy fehér nemű varrónő között lehetett megkapni ezt az iparművészeti remeket. Csak azért olvastam el, mert ez olyan, mint egy Victor Hugo regény. Ugyanebben az időben szintén rokokó festmények, ez nem rokokó, kedvelt témája a hinta, állandó mozgás alapján az élet és a természet változásának jelképe, a lélegzés szimbóluma, a természet megújulására utaló jelkép. A csengő jelentése is sokrétű, a csengő csengettyű. Gyermekportrékon védő amuletként látható a ruhára tűzött csengő, az itt bemutatott festményem, azt hiszem odaírtam alá, hogy Kendefi Ádám ábrázolásáról van szó, gyerekkori ábrázolásáról. Ezen a festményen kezében tartja a kis államférfi csengős csörgőjét, mellette pedig az idő múlására utaló szimbólumok. De térjünk vissza a szent helyekre, hisz ezeket idézi számos más játékunk, nagyon sok játékunk, akár csak az ugróiskola ábrái, amelyek szintén a zarándoklatokat, a felemelő zarándoklatokat idézik. Gondoljunk csak bele, hogy egy hosszhajós templom kereszthajóval, két kereszthajóval formáját idézik az általunk ismert köznapi ugróiskola is. A búcsúhelyek, zarándokhelyek mindannyiunk számára ismertek. Innen vásárfia, búcsúfia került haza, s hogy mennyire megvolt ennek is a jellegzetes karaktere, erről szól az a néhány sor, amelyet most itt mutatok, és amelyre utalok. Ez pedig a 18. században egy angol hölgynek, de lehet, hogy 19. most ezt elnézést kérek, de önök viszont ezt látják, 19. 1800, elnézést kérek, de ezek a játékok már korábban is készültek, de egy angol hölgy, aki utazott Európában, ő vetette papírra ezt a néhány sort egyéb írásai között, hogy Olaszországban a fiatalság tarkára festett kiskordét és kocsit kér, a belga gyerekek vaskos paraszlovakat, a kis magyarok vágya a táncoló paripa. Ha a paripát választottam volna előadásom témájául, akkor is végtelen sok példát tudtam volna mutatni. Vegyünk ezekből a háziparszerűen készített játékokból, melyek mind-mind kötődnek egy-egy vidék formavilágára, népművészetére, életére, díszítőművészetére.
Ez éppen a svéd Szilljantó környékéről származó két faluvacska és a szicíliai kordé, amelyről az angol hölgy is ír. A sípok világa megint valami egészen végtelen, hordozzák minden nemzet jelképeit, méghozzá képesek évszázadokon keresztül ugyanazt a formát ismételni, felidézni. Ezek a madár, kos, szarvas, medve, a jelentéseiket ismerjük. A gyűjteményünk rendkívül gazdag ebben, olyan szarvas formájú sípjaink vannak, amelynek még a szarvas agancsán vannak a viasz nyomai, amely egy szertartásnak, egy vele végzett szertartásnak a nyomairól árulkodnak, de tudunk is erről. De ez megint csak egy külön történet. De térjünk most közelebbi tájakra, búcsújáró helyekre. A felső, ezek a Mátra Verebészentkútról előkerült kis mindannyiunk, nem, a baloldali az óbecsei, az a pirosra festett, hiszen ezeknek is megvan. Aki ebben foglalkozik, ránézésre tudja, hogy mi honnan származik, Európa vagy a világ mely részéről. A jobb oldali az valóban Mátra Verebészentkúti, a lovacska szintén óbecsei. Történetük érdekes lenne, de most egy kicsit átsiklok fölötte. Nekünk nagyon kevés tárgyi emlékünk maradt fenn. Ezen a téren és más téren is. Talán érdemes lenne lefordítani egyébként a környező országokban megjelent feldolgozásokat játéktéren, Mihály Désznek még Csehszlovákiában megjelent könyvét, vagy Éva Pancsolvának, ő már az 1990-es években dolgozott Túrót-Szentmártonban, a népi játékokról szóló könyvét, rengeteg magyar kultúrtörténeti, játéktörténeti vonatkozás is megtalálható belőle. A leírások azonban számos esetben segítenek nekünk. A ló, a fahuszár, meg a lova, meg a ló sípja, Mikszáth Kálmán elbeszélése, meséje. Nem olvasom föl, csak néhány sort. Minden áldott hétfői napon berándult Balassagyarmatra a heti vásárba, Szepi bácsiról van szó. Szepi bácsi, mindjárt megmondom, Divényi és Melitei Divényi József, aki rokona volt Mikszáth Kálmánnak. És ő nagyon szerette a gyerekeket, ami pénzt magával vitt, azt ott mind befektette mézes kalácsos szívekbe, kis trombitákba és apró fahuszárokba. A lovacska farka igazi lószőrből volt, de nem ritkán csak egy sípban végződött hátul, amibe bele lehetett fújni. Nagy öröm volt az, írja Mikszáth Kálmán. És ami egy nagyon érdekes, egy történet, amikor Mikszáth Kálmán ezt 1903-ban írta egy éjszaka, és írta Kennedy Gézának, akit kért, hogy a vasárnapi újság ünnepi mellékletében tegyék közzé ezt az elbeszélését, leírását. Épp előző nap jelent meg, hogy Mikszáth Kálmán nem tud írni. Ezt csak eddig egy ember mondta róla, mégpedig Szepi bácsi, valamikor réges-régen. És azt is tudni kell, hogy valahogyan, valami módon Szepi bácsinak a nyughelye ismeretlen volt, és talán lehet ma is. És azt írta Mikszáth Kálmán Kennedy Gézának december 24-én éjszaka, a hideg fut végig a hátam, hátgerincemen, s a babona fog el, hogy mikor a fahuszárral megfúvatom a ló sípját, adjon jelt magáról, hogy hol van. És utána föl is szólítja Kennedy Gézát, egyszer s mind feleljetek nekem, micsoda rettenetes összeköttetéseitek vannak nektek, nem csak ezzel a világgal, hanem a másikkal is. Hogy milyen lehetett ez a fahuszár, azt egy 20. századi elejé építész Márkus Géza mesealbumából tudom most megmutatni. Ennek a lovacskának a szimbolikus ereje, folytonosan visszatérő formája a 20. század első évtizedeiben nagyon sokszor megjelent. Mert vannak korszakok, amikor egyes szimbólumok aktuálissá válnak, míg máskor érdektelenül elmegyünk mellettük.
Nézzük meg mesés albumát, és most gyorsan lapozok a kor népművészetből, forrásként a népművészetből merítkező iparművészei művészei közül, hiszen Márkus Géza építész, a Kecskeméti Cifrapalota tervezője, a Lechner Ödön tanítvány készítette azt a középső fababát, mellette a többit odaírtam alá. Lejárt az időm? Vagy? Undi Mariskának szintén 20. század elején népművészeti viseletekre utaló kis bábui, Veszeli Ferenc, nem Ferencnek, ő a munkatársam, Vilmosnak, a 1905-ben, 1906-ban magyar iparművészetben megjelent játékaiból, amelyeket ő tervezett, de a Hegybánya Szélaknai, itt Selmecbányáról van szó, Hegybánya Szélaknai játékkészítő tanonciskoráról van szó, amelynek gyönyörű története van, és olyan levéltári anyaga, hogy az ember csak a száját tátja. Az 1880-as évektől 1918-ig, hiszen akkor az iskola átadásra került, és gyönyörű íve, csupa népművészetre, népi hagyományokra építve. És ezt a néhány sort szeretném még ezekhez kapcsolódóan elolvasni, méghozzá az 1914-es országos gyermekművészeti kiállításról, amely a magyar iparművészet közlöny hasábjain jelent meg. Mennyi nagyszerű példakép a magyar parasztjátékokban, azokban is, melyeket az iparművészeti iskola vitrinája őriz, azokban is, melyek Szabja Frissóf Ferenc csodálatosan értékes etnográfusi játékai közt, mint régi magyar játékok szerepeltek. Mindebből kiindulhatna a művészi magyar játékipar, ha meg nem dermedne itt, és így tovább, erről már most nem szeretnék szólni. De hát beszélhetnénk a gyermekkönyveikről és ábrázolásaikról. A Gyomai Kner Izidornak a Három csepp mesekönyvéről, vagy Karinti Frigyes kétsorosaira Kozma Lajos által illusztrált Zsuzsi Bergengóciában, de az első világháborút követő években másképpen fokozták népművészetünk egyes elemeit, szereplőit és motívumait, és ezek megtalálhatók a gyermekjátékokban is. Nagyon szép példája ennek egy játékműhely anyaga, Grabovieczky Leon lengyel származású, de Szamosújváron volt, amikor Trianon következett, majd Budapestre költözött, és a végkielégítésből ő egy játékműhelyet nyitott. Érdekes lenne elolvasni, mit szeretett volna megteremteni játékainak világával. Ma már az iparművészeti számon tartja ezt a műhelyt. Én még emlékszem, mikor 1981-ben a Bizományi Áruház export raktárába kijutva, protekcióval, teli volt műkincsel. Láttam ott 13 furcsa fafigurát, és akkor ezt hoztam haza a szórakaténuszba, nem tudtam még mi az, grabóka játékok voltak. 1925-ös üvegnegatív, Magyar Mikulás, Gót Mikulás, és így tovább. És a bútorok, a kis bútorok, díszítő elemek is mind-mind ismerősek a szecesszió művészetéből. Azonban mindezek nem csak művészi megfogalmazásban voltak jelen mindennapjainkban, a magyar díszítőjáték és mások, és ebben ezt követő későbbi torzvilágban, de ezt is megemlítem, az 50-es éveket, amikor egyes elemeit használták, fényképek, gyerekfényképek készültek, amelyek bekerültek az akkor induló képes újságokba, és ezek külföldre is kijuthattak. Játékok, amelyek a játéktervező intézet felhívása szerint hivatalosan is elfogadottá válhattak. És hát ekkor készültek a szuvenírként ismeretes babák is. Ez egy nagyon érdekes világ egyébként, amelynek tulajdonképp nagyon szép példái alakultak ki mára. De szimbólumok az apró munkaeszközök is, mint a Szegvári Szabó Lajos kicsi munkatárgyai.
Korunk szimbólumairól most nem nagyon szólok, de mindezek mellett azért még jelen vannak vásárainkban a különböző ünnepekre utaló játékok, ez egy Kalocsa környéki vásárból, a közelmúltból való kicsi bárányka. Juhász ül az bárányon. A következő képek mindenkinek ismerősek lesznek. A 70-es évek, a Fiatal Népművészek stúdiója, a játszótereknek az elemei, először még a Munkásmozgalmi Múzeum mellett, azután ugye ezek később megvalósultak az ország különböző részein, sajnos nagyon sok ma már nincs meg. Nem szeretnék külön neveket említeni, Dugár János, Nagy Kristóf, Galánfi András, sorolnám tovább, Vidák István, aki itt ül, Szitner Andrea, és mondhatnám, és még szeretném megmutatni ezt a harmadik lapot is. És nagyon nagy szerepe volt a játékpályázatok világának. Ha már itt ül, nem itt ül, ott ül Kékedi László, ezt a felső játékot, ezt ő készítette, Kékedi László, az alsót Néder Norbert, valamikor 1997-ben. Az öltöztetős viseletes babára egy 19. század végi viseletet hordozó rózababa, öltöztetni is lehet stafírungjával, éppen esküvőre készül, házasodni, férhez menni, és ebben egy kicsit Zorkóczyné Évára is emlékezve. Engedjenek meg egy megjegyzést, így a vége felé járva. Irigykedve nézem a svéd Szilljantó környékéről származó, sajátos formájú, geometrikus díszítésű falovacskákat. Svédországban ma ez nemzeti jelkép. Jelen van az ipari forma tervezésben és az alkalmazott művészetekben is. Elismerésem másik tárgya, és ez itt most nem arról van szó, hogy nincs nagyon sok hazai példa, de ez a Tartui Észtországról van szó, a Tartui Egyetemnek egy programja, amit a Viljandi Kulturális Akadémián valósítottak meg. Iparművészetet oktatnak, tervezést, nem csak játékokat, és két hölgy összeállított ebből egy vándorló kiállítást, mi is köszönhettük a Szóra Katinuszban ezeket. Végül a Szóra Katinusznak építészetről már volt szó, a körterméről van szó, igaz, ez egy panorámakép, egy kicsit csalós, félrevezető, egy szimbolikus tér, Kerényi József, Kossuth Díjas építész, aki ez év tavaszán hunyt el, a honfoglaló magyarok jurtáját kívánta, vagyis hát nem kívánta, nem idézte föl, ezzel a centrális szerkezetű, felülről középütt megvilágított térrel. A Szóra Katinusz új állandó kiállításra készül, már egy nyertes pályázat birtokában a Körgaléria a népek játékai hihetetlen gazdag anyagának fog teret adni. Végül szeretnék köszönetet mondani, akiknek munkájából merítettem a mai alkalomra, és csak ide tűztem a Magyar Posta által tavaly készített bélyeget, egy versenybélyeget, európai szépségversenyről van szó, de bélyegtéren, és ennek az anyagát ezt én készítettem, és minden darabja a magyar kultúrtörténetre, a magyar játékműhelyekre és a magyar népművészetre utal, és hát 53 ország vett részt, és másodikak lettek a tervezők ezzel a bélyeggel. Nagyon sok mindent lehetne még mondani, és szeretném megköszönni a figyelmet, és továbbiakban minden jót kívánni.